Louise Elhey Választ az életet Szeretett hallgatóságomnak ajánlom, akik oly sok éven át velem voltak, és azoknak is, akikkel még ezután találkozom, hogy életük gazdagabbá váljon. Tartsatok velem, és tanuljátok meg, hogyan tehetjük hátralévő napjainkat, életünk legjobb és leghasznosabb éveivé ezen a szép bolygón, a Földön. Te segíthetsz a társadalom gyógyulásában. Előszó. Elhatároztam, hogy megírom ezt a könyvet, az éld az életed, és az erő benned van folytatásaként. Nagyon sok levelet és kérdést kapok előadásaim során olyan alapvető témákról, mint a lét értelme. Vagy megkérdezik, miképpen lehetnek a tőlük elvárható legjobb emberek múlt béli tapasztalataik ellenére. Olyan dolgok ellenére, amelyek hatottak rájuk, vagy éppen egyáltalán nem hatottak. És annak fényében, mit várnak még az életüktől? Kérdezőim metafizikus fogalmakat használnak, és gondolkodásuk formálásával megváltoztatják az életüket is. Megszabadulnak a régi, negatív mintáktól és meggyőződésektől. Tanulják azt is, miképpen szerethetik jobban önmagukat. A könyvem címe Life. Életet ez a mű eredeti címe. Ezért a felépítésében érvényesítettem egy laza időrendi beosztást, amely követi azt a fejlődést, amin életünk során keresztül megyünk. Ezért elsőként az ifjúkort tárgyalom, gyermekkori dolgokat, kapcsolatokat, munkát, és a végén az időskor kérdéseihez jutok el. Most pedig Gondolva arra, hogy olvasom számára talán ismeretlen az én filozófiám és az a fogalomrendszer, amelyet a magyarázataimban alkalmazok, előjáróban tisztázok néhány dolgot. Mindenek előtt gyakran használok ilyen fogalmakat, mint a világegyetem, végtelen intelligencia, magasabb hatalom, egyetemes tudat, lélek, Isten, egyetemes hatalom, belső bölcsesség és hasonlókat. Ezekkel arra az erőre utalok, ami a világegyetemet teremtette, és ami benned is megtalálható. Ha bármelyikük használata idegen számodra, helyettesítsd egy neked megfelelővel. Végül is nem maga a szó fontos, hanem a mögöttes tartalom. Látni fogod, hogy néhány szót másképp betűzök, mint az emberek általában. Példa a betegség szó, angolul disease, this is, nem könnyű, zavart. Az angolból nem ültethető át a magyar nyelvre. Kiemelve a szó valódi jelentését, kiemelve, hogy valami nincs rendben veled vagy körülötted. Hasonlóképpen sosem írom le nagybetűvel az éc szót, mindig csak kisbetűvel, így, étsz. Úgy érzem, hogy ezzel gyengíthetem a szó hatalmát. Ami általános filozófiámat illeti, fontosnak érzem, hogy összefoglaljam néhány irányelvemet, amelyek szerint élek, annak ellenére, hogy hallhattad már tőlem ezeket, de előfordulhat, hogy nem ismered még a munkáimat. Az egész igen egyszerű. Úgy hiszem, amit kifelé adunk, azt kapjuk majd vissza. Tehát mindannyian hozzájárulunk, és felelősek vagyunk azokért az eseményekért, amelyek az életünkben megtörténhetnek. A jóért és az úgynevezett rosszért is. Az élményeket mi magunk teremtjük, a szavakkal, amelyeket kimondunk, és a gondolatokkal, amelyeket gondolunk. Ha elménkben békét és harmóniát teremtünk, pozitív gondolatokat gondolunk, akkor vonzani fogjuk a pozitív élményeket és a hasonló felfogású embereket. Megfordítva, ha beleragadunk a szemrehányó, vádaskodó mártír szerepbe, akkor életünk frusztráló és terméketlen lesz, és mágnesként vonzuk majd a hozzánk hasonlókat. A lényeg tehát az, hogy amit magunkról és az életünkről gondolunk, az valósággá válik számunkra. Filozófiám további alapvető pontjai a következők szerint foglalhatók össze. Ez csak egy gondolat. A gondolatot pedig meg tudod változtatni. Hiszem, hogy életünkben minden először gondolatként születik meg. Függetlenül a problémától, a tapasztalataink csak a belső gondolatok külső következményei. Az öngyűlölet nem más, mint egy önmagadról őrzött gondolat gyűlölete. Például van egy gondolatod, ami azt közli, rossz ember vagyok. Ez a gondolat pedig kialakítja benned az önutálat érzését, amelyel jól bevásároltál. Ha nincs benned ez a gondolat, akkor nincs benned az érzés sem. A gondolatokat megváltoztathatod. Tudatosan válasz egy új gondolatot, például azt, hogy csodálatos vagyok, változtassa gondolatodon és változnak az érzéseid is. Minden elgondolt gondolatunk formálja a jövőnket. Az erő mindig a jelen pillanatban van. Minden vagyonunk a jelen pillanatban van. Amit most gondolunk, hiszünk és mondunk, az alakítja a holnap, a jövő hét, a jövő hónap, a jövő év eseményeit. Ha teljes figyelmünket a most, a jelen pillanat gondolataira és elképzeléseire fordítjuk, ha olyan gondosan választjuk ki ezeket a gondolatokat és meggyőződéseket, mint a legjobb barátunknak szánt ajándékot, akkor megerősödve engedünk teret saját választásainknak, a saját életünkben. Ha a múlt felé fordulunk, nem maradt túl sok energiánk a jelen pillanatra. Az egyetlen valóságos pillanat a jelen pillanat. Most kezdődik számunkra a változás folyamata. A múltat el kell engedni, és mindenkinek meg kell bocsátani. Egyedül mi vagyunk elszenvedői annak, ha kitartunk a múlt sérelmei mellett. Átengedjük a hatalmat múltunk eseményeinek és szereplőinek, és ugyanezek az események és emberek gúzsba kötik a lelkünket. Folyamatos irányítás alatt tartanak, amíg bebetonozódunk az engesztelhetetlenségbe. Ezért annyira fontos hogy a megbocsátáson dolgozzunk. Bocsáss meg! Elengedve mindazokat, akik megsértettek, és többé nem vagy azonos azzal, akit megbántottak. Kiszabadulhatunk a hiába való fájdalom, harag és bosszúvágy ördögi köréből, ami a saját szenvedésünk börtönébe zár. A tettet nem nézzük el, de az elkövetőknek megbocsátunk, megbocsátjuk a szenvedésüket, a zavartságukat, az ügyetlenségüket, a kétségbeesésüket és az emberségüket. Amint felszabadítjuk és szélnek eresztjük a rossz érzéseket, már is tovább léphetünk. Elménk mindig kapcsolatban áll az egyetlen végtelen tudattal. Kapcsolatban állunk a végtelen tudattal és az egyetemes erővel, ami megteremtett bennünket, az élet tüze önmagunk magasabb énje és az erő által, ami bennünk lakozik. Szellemünk azonos azzal a szellemmel, amely az élet egészét irányítja. Az a dolgunk, hogy megtanuljuk az élet törvényeit és megtartsuk ezeket. Az egyetemes erő szereti minden teremtményét és szabad választást enged minden döntésünkben. Ez az erő a jóért van, és amikor engedjük, eligazítja az életünket minden téren. Nem bosszúálló és büntető erő, az ok és okozat törvénye. Tisztán szeretet, szabadság, megértés és könyörület. Derűs nyugalommal szemléli, amint tanulgatjuk, hogyan kerüljünk vele kapcsolatba. Fontos, hogy életünket a magasabb én felé fordítsuk, mert általa nyerünk üdvösséget. Szeresd önmagad, Légy feltétel nélkül elfogadó és nagy lelkű önmagad szeretetében. Dicsért önmagad, amennyire csak tudod. Ahogy megérzed, hogy szeretnek, ez a szeretet mindent eláraszt az életedben, és meg sokszorozva tér vissza hozzád újra meg újra. Önmagad szeretete éppen azért segíthet planétánk gyógyulásában is. A neheztelés, rettegés, bírálat és bűntudat okozza a legtöbb problémát, de mi képesek vagyunk változtatni gondolatrendszerünkön, megbocsátani magunknak és másoknak, megtanulni az én szeretetét, és ezzel a romboló érzéseket a múltba száműzhetjük. Mindannyian eldöntöttük, hogy ezen a bolygón a tér és idő egy bizonyos pontján testet öltünk azért, hogy megtanuljunk néhány leckét, amelyek tovább segítenek spirituális fejlődésünk ösvényén. Hiszem, hogy mindannyian egy végtelen utazás résztvevői vagyunk az örökké valóságon át. Választunk nemet, bőrszint, országot, aztán megkeressük a legmegfelelőbb szülőpárt, akik tükröt tartanak nekünk. Életünk minden eseménye és minden egyet, akivel találkozunk, értékes leckéket ad nekünk. Szeresd az életed és önmagad én ezt teszem. Louise Elhelyi, 1995, Dél-Kalifornia Bevezetés Az utóbbi öt évben csökkentettem az előadások és az utazások számát, és amolyan földműves lettem. Időm javarészét az én szépséges kertemben töltöm, tel is tele van mindenféle növényekkel, virágokkal, zöldségekkel és fákkal, és leírhatatlan gyönyörűséget jelent, ha letérdelek a földre és gyomlágatok. Szeretettel áldom a talajt, és az bőségesen terem. Biokertész vagyok, egyetlen falevél sem hagyja el a birodalmamat, minden a komposztáló toronyba kerül. Apránként alakítom a földet, hogy gazdag és tápláló legyen. Annyit eszem a terményeimből, amennyit csak tudok. Egész évben élvezem a friss gyümölcsöket és zöldségeket. Azért említettem meg itt a kertészkedést, hogy bevezessem a témát, amiről ebben a könyvben beszélni fogok. Képzeld el, hogy gondolataid a magok, amelyeket a saját elmét kertjében vetsz el. Meggyőződéseit képezik a termőtalajt, amelyre a magok hullanak a gazdag, termékeny talajon erős, egészséges növények fejlődnek. Még a kiváló vetőmagok is küszködve növekednek a szegény, köves talajon, ahol burjánzik a gaz. A kertészek tudják, amikor egy új kerthez fognak, vagy felfrissítenek egy régit, hogy a legfontosabb dolog a talaj előkészítése. Először el kell távolítani a köveket, törmelékeket, a gaszt és a régi előregedett növényeket. Azután az igazi kertész duplán felással kertet két lapátnyi mélyen, és újabb gyökereket és köveket forgat ki a földből. Aztán annyi szerves anyagot adsz hozzá, amennyit csak lehetséges. Én előnyben részesítem a szerves komposztot, a lótrágyát és a hallisztet. 10 cm-es vastagságban elterítem ezeket a talajjavítókat a tetejére komposzt kerül, majd beforgatom a talajba, hogy jól elkeveredjen. Most már érdemes ültetni. Bármit ültethetek, a szárba szökken és erős egészséges növényé fejlődik. Ugyanígy van ez az elménk és alapvető meggyőződéseink termőtalajával. Ha új pozitív megerősítésekre vágyunk, ilyen gondolatokra és szavakra, és azt akarjuk, hogy azok a lehető leggyorsabban valóra váljanak, akkor különleges erőfeszítésekkel kell előkészíteni az elmét, hogy az új eszméket befogadja. Készíthetünk listát mindenről, amit hiszünk: például mit hiszek a munkáról, a gazdaságról, a kapcsolatokról, az egészségről, és kikereshetjük a negatív mintákat. Felteheted magadnak a kérdést, Vajon továbbra is ilyen korlátozó fogalmakra akarom építeni az életemet? Ezután következhet a kétszeres felásás, hogy kihúzkod azokat a régi eszméket, amelyek sosem fogják segíteni az életedet. Amint kidobtál annyi régi negatív elképzelést, amennyit csak tudsz, adj hozzá nagyadag szeretetet, és jól dolgozd bele elmét termőföldjébe. Ha most új megerősítéseket ültetsz el az elmédben, bámulatos gyorsasággal kicsíráznak majd. Életed olyan gyorsan jobbra fordul, hogy csak ámulsz, mi történt. Meglátod, mindig megéri az a külön erőfeszítés, amelyel előkészíted a talajt, akár a kertedről, akár a fejedről van szó. A könyv minden fejezetét pozitív megerősítésekkel zárom. Ezek azokra az eszmékre vonatkoznak, amelyeket már átvettünk. Válasz ki néhányat, amelyeknek számodra jelentősége van, és ezeket gyakran ismételd el. A feldolgozás a fejezetek végén pozitív eszmék özöne segíthetnek, hogy a tudatod átalakuljon életerősítő meggyőződések rendszerévé. Észreveheted, hogy minden megerősítést egyes szám első személyben, jelen időben írtam. Sosem mondjuk azt, hogy majd, ha, amikor, vagy mintha, ezek halogató kijelentések. Bármikor feldolgozást vagy megerősítést végzünk, abban mindig a nekem van, én vagyok én mindig, vagy én elfogadom, szerepeljen. Ezek azonnal elfogadó állítások, és a Világegyetem odafigyel rájuk, már most. Kérlek, emlékezz rá, hogy néhány eszme, amelyet a következő fejezetekben olvasol, nagyobb jelentőséggel bír számodra, mint mások. Érdemes lenne egyszer végigolvasni a könyvet, azután térj vissza és dolgozz azokkal a fogalmakkal, amelyekre ráéreztél, és illeszkednek életed jelenlegi állásába. Ismételd el a megerősítéseket. Olvasd el a feldolgozást. Váljanak részeddé ezek az eszmék. Később feldolgozhatod azokat a fejezeteket, amelyek megnyomnak benned egy gombot, vagy azokat, amelyekről úgy érzed, hogy egyáltalán nem illenek hozzád. Amint egy területen megerősödsz, könnyebb lesz majd más területeken is munkához látnod. Tudod, a következő dolog az lesz, hogy rájössz a kis hajtásból magas, csodálatos fat cseperedett, gyökerei mélyen kapaszkodnak a talajba. Más szavakkal kivirágzol abban az összetett, nagyszerű, titokzatos, semmivel nem összehasonlítható valamiben, amelyet úgy hívnak élet. Hallgass tovább a könyvet a Voice hangos könyv alkalmazásban. A hangos könyveket megvásárolhatod önállóan is, vagy lehetőséged van előfizetni korlátlan hallgatásra. További részletekért kattints a videó alatti hivatkozásra. Voice.